Köszöntöm nézőinket! Önök a Zsolca TV 32. heti adását látják a UPC Felső Zsolcai és Ongai kábelhálózatán. E heti adásunkban az M30-as út Miskolc-Tornyos-Németi szakasszal kapcsolatos miskolci közmeghallgatásról készült összeállításunkat láthatják. Tartsanak velünk! Közmeghallgatást tartottak a Miskolci Polgármesteri Hivatal közgyűlési termében augusztus 3-án. Környezeti hatásvizsgálati eljárás indult ugyanis az M30-as út Miskolc-Tornyos-Németi szakaszra vonatkozóan. A közmeghallgatásról készült összeállításunkat láthatják. A Miskolci Polgármesteri Hivatalban tartott közmeghallgatáson jelen volt Csöbör Katalin országgyűlési képviselő is, aki arról beszélt a Zsolca TV kamerája előtt, hogy a Kassa-Miskolc út megépülése gazdasági szempontból előnyös a nyomvonal közelében lévő városok számára. Alig vártuk, hogy elkezdődjön a Miskolc-Kassa autópályának a tervezése, még jobban várjuk a megvalósítást. Miskolc és térsége számára rendkívül sokat fog jelenteni, hiszen aki használja azt az utat most Miskolc és Kassa között, látja, hogy mennyire forgalmas. Egy infrastruktúrális fejlesztés gazdasági szempontból rengeteget fog jelenteni, mind a környező, nem csak Miskolcnak, de a környező településeknek is, hiszen könnyebben elérhetők lesznek a települések. Előzőleg rengeteg egyeztetést igényel, nagyon sok önkormányzatot, rengeteg földhivatali munkát, úgyhogy ennek a lépései zajlanak most. Egy környezetvédelmi hatástanulmányi vizsgálat során egy közmeghallgatást tartunk most. Mindenki felteti a kérdéseket, amit igyekszünk azonnal orvosolni. Nekem, mint képviselőnek az a dolgom, hogy összekapcsoljam az illetékes szerveket egymással, és minél hamarabb menjen a munka, hogy minél hamarabb használhassuk majd ezt az utat. A közmeghallgatáson Tüske Tamás ismertette a beruházás hátterét. A NIF ZRT a beruházást Európai Uniós társfinanszírozásban valósítja meg. Az építési engedélyezési eljárást a környezetvédelmi engedély megszerzését követően minél hamarabb szeretnék megindítani. Ez a szakasz csatlakozik a kezdő pontban a meglévő 306-os jelű országos közúthoz, vagy Miskolc északi elkerülő úthoz, és a szakasz végén pedig a már épülő Tornyos-Németi országhatár közötti szakasz megnevezésű projekthez. A szakasznak a kivitelezését, illetve az előkészítését integrált közlekedésfejlesztési operatív program felhasználásával szeretnénk végrehajtani. Ez Európai Uniós társfinanszírozást jelent. Ugye ez azt jelenti, hogy ebben szerepel Európai Uniós pénz is, és hazai, egy része pedig hazai forrás. A szakasznak számos tanulmányterve készült már a 2000-es évek közepétől kezdődően. A legutolsó megvalósíthatósági tanulmány 2013-ban készült el. Sajnos akkor még nem autópálya keresztmetszet volt a iránya ennek a szakasznak. Ez a 2015-ös évben kristályosodott ki, és ennek a keresztmetszetnek megfelelő műszaki terveket nyújtottuk be a környezetvédelmi engedélyezési eljárásra. Szeretnénk a környezetvédelmi engedély megszerzését követően minél hamarabb megindítani az építési engedélyezési eljárást, és mi is azt szorgalmazzuk, hogy azért, hogy az építési engedélyezési eljárás is viszonylag gyorsan le tudjon folyni, ezért ezen a fórumon azokat a problémákat, észrevételeket szeretnénk a tervben is valamilyen módon kezelni, hogy ott már ezekkel ne legyen nagyobb gond. A szakasz előkészítése várhatóan idén, illetve jövő év elején fog befejeződni, és hogyha rendelkezésre áll az építési engedély, a jogerős építési engedély, akkor
megindulnak a területszerzéshez, a munkaterület átadásához szükséges területeknek a megvásárlása, amely egy olyan eljárás, amelyben első körben megkeressük a tulajdonosokat, és amennyiben nem jön létre megegyezés, akkor pedig kisajátítási eljárásban fogjuk megszerezni a beruházáshoz szükséges ingatlan részeket. Balog Imre a nyomvonallal kapcsolatos műszaki megoldásokat mutatta be a miskolci közmeghallgatáson. A nyomvonal kiválasztásánál elsődleges szempont volt a természetvédelmi terület elkerülése. A alapítása kerül a Bos úttal egy kapcsolat, ez a Tokaji Ipari Park Szikszónál, a következő Halmai esetében Forróencs, Garadnak, majd Rennád Vécsénél egy részleges csomópont kerül kialakítása. Akkor röviden bemutatnám magát a pálya kialakítását keresztmetszeti szempontból. Ahogy az elhangzott, jelenlegi tervezési feladatunként ez egy 130 km/h tervezési sebességre tervezett 2x2 sávos autópálya, 60-as koronaszélességgel, azaz két közlekedési sáv, valamint egy üzemi sáv vagy leálló sáv, ki hogyan ismeri, kerül kialakításra, középső elválasztó sávval, valamint a hozzátartozó vízelvezetéssel. Ugye mivel nem az Alföldön vagyunk, és a magassági viszonyok itt nem teljesen egyszerűek, hiszen elég jelentős töltés és bevágásos szakaszokra kell számítani, tehát viszonylag magasan vagy éppen telephez képest mélyen vezetett a autópálya nyomvonala, ezért a igénybe vendő terület szélességét nehéz meghatározni, hiszen ott, ahol az autópálya terep közeli vezetésben halad, majd fog látszódni a következő rajzon. Ezen a szakaszon, ugye itt Szikszó előtt gyakorlatilag egy 40-50 méteres területsávról beszélünk, és azokon a szakaszokon, ahol adott esetben nagyobb bevágások vannak, ugye vagy itt Szikszó utáni szakaszokról beszélünk, ahol a töltés, vagy a bevágások nagysága haladja a 10 méter vagy 10 méter közeli, ott lényegesen nagyobb a területfoglaltság mértéke. Visszamennénk erre a képemét. Elhangzott pár paraméter már Tamás kollégámtól is a pálya kialakítására vonatkozóan. Ugye a pályával együtt a csomópontokon kívül ugye létesül 4 darab pihenő, ebből 1 darab komplex pihenő, azaz benzinkúttal együtt kiépítendő, vagy meg kiépülő pihenőről van szó. A műtárgyak száma viszonylag magas, ez elsősorban a keresztező vízfolyások, vadátjárók és keresztező utak száma miatt ilyen jelentős. Ugye a csomópontokról már beszéltem, ezen kívül a projekt része lesz egy új mérnökségi telepítés Encs és Forró térségében, mely szintén a pályával együtt fog megvalósításra kerülni, és várhatóan ezzel párhuzamosan, vagy a beruházás vége a szikszói mérnökségi telep pedig megszüntetésre kerül. Ami még itt a felsorolásban szerepel, ez a legutolsó pont, ami talán az elmúlt időszakban már megszokottá válik, de jelenlegi autópálya hálózaton még nem nagyon van ilyen üzemelő, ez a úgynevezett tengelysúlymérő állomás, amely 0-24 órában a teherforgalom ellenőrzésére fog szolgálni. Itt a közút szakemberei végeznek megállításos tengelysúlymérést egy viszonylag jól üzemeltethető automata rendszerrel. Ezek tervezése már nem csak ezen az autópályán, hanem az ország többi részén is folyamatban vannak. Hát talán az ott M5-ös, ha valaki ismeri, ott már működik egy hasonló. Röviden végig szaladnák magán a nyomvonal kicsit részletesebben. Ahogy említettem, a kezdő szelvényünk az a M3-as jelenlegi kvázi vége és a Bos út kezdete utáni
szakasz. Gyakorlatilag az első pár kilométeres szakasz a meglévő vasútnak a szélesítését tartalmazza, kétszer kétsáros nyomra, majd keresztezzük azt a elmúlt időszakban ugye megépült vízlevezető vápát, ami térségből árvízi problémáit hivatott megoldani és kezelni. Ennek a keresztezésnek gyakorlatilag a kezdetén, tehát ott, ahol a vasúttól eltér a pályanyomvonala, épül az első csomópont, ami a vasutat fogja az autópályára felvezetni. Majd elindulunk Szikszó irányában az a fennsíkon, és jutunk el gyakorlatilag a következő nagyobb létesítményig, ez a Tokaji Ipari Parknak tervezett külön szintű csomópont, ami igazából a hármas úttal és az ipari parkkal fog közlekedési kapcsolatot biztosítani. A következő nagyobb szakasz az maga Szikszó elkerülése, ami műszaki szempontból is a legnehezebb feladat, hiszen itt a domborzati viszonyok miatt az átvezetés pályavezetése nem egyszerű, de egy jelentős töltéses és bevágásos szakaszok váltakoznak egymás után. Majd elérjük a következő csomóponthoz, gyakorlatilag itt párhuzamosan haladva a hármas számú főúttal vezet a nyomvonal egészen Forróig. Itt van az első egyszerű pihenő, és elérünk Forró Encs térségében, a egyik legösszetettebb geometriáját tekintve, és talán kialakítását is maga ez a csomópont, ahol az Encsi bútorgyár bekötése, a jelenlegi hármas út és a meglévő úthálózat kialakítása miatt egy viszonylag bonyolultabb csomópontrendszer fog ránézésre kialakulni, ami biztosítja majd a hármas út folyamatos vezetését a közel a jelenlegi nyomvonalon, biztosítja Encs és Forró megközelítését, valamint a meglévő alsóbrendű hálózati elemek kiszolgálását is. Ezek után a nyomvonal újra visszatér a hármas másik oldalára, és gyakorlatilag azzal közel párhuzamosan haladunk, egészen addig, amíg el nem jutunk a már 2000-es évek elején megépült szakaszig, melynek szintén a további részeken a négyhangosítását terveztük. Ez alól kivétel, ez a rövid szakasz, ahol a vasút melletti nyomvonalvezetés mellett döntöttük, ugyanis a meglévő nyomvonal légnyomosítása és az autópálya paraméterek biztosítására nem volt egyszerűen lehetőség, ezért ezen szakaszon megmarad itt a hármas út, ez gyakorlatilag ugye ezt a 2 km-es szakaszt jelenti, és itt térünk vissza újra a meglévő nyomvonalra, és szintén a továbbiakban a hármas úttal párhuzamosan haladunk, ugye ez Novaidrány Garadna, ez utáni szakaszról beszéltem, és itt Ernád Bécse után szintén a meglévő nyomvonalon halad már a nyomvonal, és annak négynyomosítása kerül figyelembevételre. Gyakorlatilag az utolsó nagyobb létesítmény, amit a határ előtt egy egyszerű pihenő kialakítása. Természetesen a nyomvonal fele párhuzamosan nem csak az autópálya fog megépülni, hanem minden keresztező út átemelésre, országos között átemelésre kerül, vagy az autópálya alatt, vagy az autópálya felett, attól függően, hogy ott a természeti adottságok milyenek. Valamint az önkormányzatokkal már időközben a engedélyezési tervek előkészítése során tartott egyeztetésekkel párhuzamosan megegyeztünk azon földúti keresztezések átvezetésében is, amik az ingatlanok megközelítését fogják szolgálni. Ezeket szintén viszonylag részletesen tartalmazza ez a tervfázis, azonban erre vonatkozóan majd a következő tervezési fázisban kerül sor ezek végleges helyének és műszaki paraméterének kialakítására.
Szakály Krisztina pedig a környezeti hatásokkal kapcsolatos vizsgálatokat ismertette, környezeti elemenként és a veszélyeztető tényezők tekintetében. A környezeti hatástanulmányt környezeti elemenként és veszélyeztető tényezőként nagyon röviden összefoglalva szeretném bemutatni, arra koncentrálva, hogy milyen tényezőket vizsgáltunk meg az egyes környezeti elemek és veszélyeztető tényezők tekintetében, illetve a főbb vizsgálati eredményeket és környezeti kötöttségeket szeretném csak bemutatni. Az első környezeti elem, amiről beszélni fogok, a földtani közeg és a felszín alatti víz. Itt a következőket vizsgáltuk meg a hatástanulmány készítése során: a tervezési terület természetföldrajzi adottságait, az érintett terület geológiai, hidrogeológiai alakulását, a tervezési terület földtani állapotát, illetve a felépítését, talajféleségeket, a területhasználatokat a tervezett nyomvonal mentén, illetve megvizsgáltuk, hogy öntözött területeket, meliorált területeket érintünk-e a nyomvonallal. Aztán megnéztük a beruházás területigényét, közvetlen és közvetett területen, a területfoglalást, ami lehet ugye ideiglenes, illetve végleges, nyersanyag szükségleteket és forrásokat vizsgáltunk, illetve néztük a VKI célkitűzéseinek való megfelelést is, és a monitorozás szükségességét. Röviden összefoglalva a vizsgálati eredményeket, a tervezett nyomvonal az az észak-magyarországi középhegység nagytájon, észak-magyarországi medencék középtájon halad, a keleti Cserhályt és Hernádvölgy kis tájak területét érintve. Megállapítottuk vizsgálataink során, hogy jó termőképességű talajokat tulajdonképpen a tervezett nyomvonal nem érint, utolsó pár kilométeres szakaszt kivéve, ott gyenge a termőképesség, tulajdonképpen közepes termőképességű talajokat érintünk a nyomvonallal. Nem érintünk öntözött és meliorált területeket. A talajvíz az tulajdonképpen változó mélységben található. Van, ahol 2-4 méter közelében van, ez a mi szempontunkból nem tekinthető magas talajvízállásnak, de helyenként a 6 méter alatti mélységeket is eléri. Ezt egy előzetesen készült geotechnikai szakvélemény és a környezetvédelmi feltáró fúrások alapján, illetve irodalmi adatok alapján állapítottuk meg. Viszonylag sok helyen megjelenik agyagos rétegsor a felszín alatt, így mondhatjuk, hogy a felszín alatti vizek tulajdonképpen védve vannak a felszínről érkező esetleges szennyeződések ellen. Nincs kizárva viszont, hogy a talaj felső 30-50 cm-es rétege az némileg elszennyeződik, azonban ezeket a szennyező anyagokat nagyszerűen megkötik a növényállományok sekélyen gyökerező gyökérzónája, a gyökérzónái. A tervezett nyomvonal ez egy fő kötöttséget jelentett nekünk, hogy a közelben vízbázisok találhatók, de végül a nyomvonal vezetéssel délhidrogeológiai védőidomot érintünk három település környezetében, Szikszó és térségében, aztán az Encsvárosi vízműt érintjük, és Hidas-Németi első számú vízműkútnak a hidrogeológiai védőidomát érintjük. Ez semmi más nem jelent a gyakorlatban, mint hogy vízzáró burkolatot kell majd a csapadékvíz elvezetés tervezése során kialakítani. Összefoglalóan kijelenthetjük, hogy a vizsgálat sem földtani, sem klasszikus talajtani és felszínalatti víz akadályozott tényezőt nem tárt fel, és három kitűzött helyen, itt a hidrogeológiai B-védőidom érintettségekben írtunk elő monitoring vizsgálatokat. A következő környezeti elem, amiről beszélek, a felszíni vizek lesznek. Vizsgáltuk a hidromorfológiai és vízrajzi adottságokat a nyomvonal mentén, az árvízvédelmi vizsgálatokat készítettük el, ami tanulmánytervi szinten elvégezhető volt, az útpályáról lefolyó csapadékvizek elvezetésének és elhelyezésének lehetőségeit vizsgáltuk, vizsgáltuk itt is a VKI célkitűzéseinek való megfelelést és a monitorozás szükségességét. Fontos elmondani, hogy a tervezési terület érinti a Sajó-Kissajó közös árterét, illetve a Hernád árterét.
Jellemzően a nyugati oldalon nagy esés, több négyzetméter kiterjedésű vízgyűjtők találhatók, a keleti oldalon pedig a Hernád árterének a határa található, viszonylag kis esési terepben. Több esetben a kedvezőtlen keresztezési szög miatt mederkorrekció tervezésére van szükség, és mivel tanulmánytervi műszaki kidolgozottságra épült, vagy készült el tulajdonképpen a környezeti hatástanulmány, fontos elmondani azt, hogy a továbbtervezés során, tehát az engedélyezési tervi fázisban a vízfolyáskezelőktől kapott konkrét adatok alapján fogjuk tudni pontosan meghatározni a vízfolyás keresztezéseket, hogy átteresz vagy hídműtárgy szükséges-e az egyes vízfolyások keresztezésében. Az útvíztelenítésről szólnék pár szót röviden. A jelenlegi tervfázisban rendelkezésre álló adatok alapján úgy tűnik, hogy a vízelvezetés megoldható lesz hossz mentén, befogadókba való vezetéssel, esetleg lokális terepi viszonyok miatt felmerült a tározás megoldása is, ha lehetőség lesz rá, akkor ezt kerülni fogjuk. A tervezett létesítmény csapadékvizeinek elvezetését, ahogy korábban is mondtam, az engedélyezési terv fogja részletesen kidolgozni. Szoktuk vizsgálni környezeti hatástanulmány szinten a várható olajos szennyezés mértékét is. A legnagyobb előrejelzett forgalmak ismeretében egy számítást szoktunk készíteni, és kapunk egy átlag koncentrációt, ami egy becsült értéknek tekinthető. Ezt szoktuk összehasonlítani a jogszabályok alapján megadott értékekkel, és azt tudom elmondani, hogy a jogszabály által megszabott határértékeket a jelenleg becsült számítás alapján nem fogja elérni az autópálya területéről származó olajos szennyezés. Ezt a számítást azonban a konkrét tervek ismeretében, tehát az engedélyezési tervfázisban, helyszínenként és befogadóként mindenféleképpen ellenőrizni kell. Itt megint megemlítettem, hogy a nyomvonal bizonyos kilométer szelvények között három helyszínre koncentrálva a hidrogeológiai B-védővezetet érinti. Ez azt jelenti, hogy az említett kormányrendelet melléklete alapján előírás az, hogy ezeken a helyszíneken burkolt vízelvezető rendszer tervezése szükséges. Az élővilágvédelem lesz a következő körzeti elem, amit bemutatnék nagyon röviden. Az elvégzett vizsgálatok közvetlen hatásterületre és közvetett hatásterületre koncentrálva készültek el. Közvetlen hatásterületen értünk egy nagyjából 50 méteres sávot, ez az úttengelytől számított 25-25 méteres sávot jelenti, plusz a járulékos létesítmények, építmények területét, ilyenek a csomópontok, a műtárgyak, keresztező és párhuzamos országos közutak, illetve földutak. Közvetett hatásterületet pedig 100-100 méterre vizsgáltuk, ez az úttengelytől számított 100-100 métert jelenti. Natura 2000 területek a hatásterületen, kettő szájtot kell megemlítsek, az egyiket közvetlenül érintjük, ez az Empléni hegység a Szerencsidomsággal és a Hernád völgyel, ez egy különleges madárvédelmi terület, itt közvetlen érintettség van és közvetetten érintjük a Hernád völgy és Sajoládi erdő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet. Ezekre a szájtokra a Natura hatásbecslés is elkészült, ami mellékletét képezte a környezeti hatástanulmánynak. Országos jelentőségű védett természeti területet nem érint, tervezett nyomvonal, helyi jelentőségű védett területet egyet érint közvetlenül és egy terület közvetetten érintett. Országos ökológiai hálózatot érint a nyomvonal, magterületet nem, ez három kategóriából áll ez az országos ökológiai hálózat. Magterületet nem érint, ökológiai folyosót többnyire a keresztező vízfolyásoknál érintünk, illetve védőterületet a nyomvonal szikszó környezetében és a Natura 2000 területnél érint.
Az elvégzett vizsgálatok és a rendelkezésre álló információk alapján összefoglalva azt mondhatjuk el, a Natura 2000 hatásbecslés ezt rögzítette is, hogy a beruházás sem a jelölő élőhelyekre, sem a jelölő fajokra jelentős negatív hatást nem fog gyakorolni, a területek integritását, egységességét ez nem veszélyezteti. A fent felsoroltakon kívül a KHT még részletesen bemutatja és táblázatokban foglalkozik az élővilág védelmi intézkedésekkel is, javaslatokat ad, melyekkel a várható minimális mértékű negatív hatás is mérsékelhető, nevezetesen ökológiai átjárókra, amely alatt nagy vad és béka átjárókat értünk, szelvényszemszerűen javaslatokat, aztán javaslatot ad a védett növények felmérésére, illetve áttelepítésre, felvonulási szájtási úton és depónia részére területiratot állapít meg bizonyos helyeken, illetve bizonyos helyeken építés alatti ideglenes elkerítést javasol. Tájvédelem a következő körzeti elem, amiről szólok. Ezt már korábban elmondtam, hogy milyen nagy tájakat, középtájakat és kis tájakat érintünk. Tulajdonképpen a Keleti Csereát és a Hernádvölgy kis tájak találkozásának a peremén található a tervezett nyomvonal. Ez elmondható tájvédelmi szempontból, hogy egy szerencsés nyomvonalválasztást jelent. Alapvetően a dombvidéki jelleg dominál a tervezési területen. A hatástanulmány készítése során vizsgáltuk a tájé értékekezés tájképi adottságokat, tájkaraktert, a meglévő tájhasználati formákat, tájhasználati konfliktusokat tártunk fel, övezeti besorolást és felsőbbrendű területrendezési tervekben vizsgáltuk ezeket az övezeti besorolásokat, tájvédelmi szempontból érzékeny területeket néztünk a közvetlen hatásterületen, aztán vizsgáltuk az általános tájvédelmi hatásokat építés és üzemelés során, műtárgyak és kapcsolódó létesítmények tájvédelmi értékelését végeztük el, illetve lehetséges javaslatokat és intézkedéseket határoztunk meg. Összességében, összefoglalóan azt mondhatjuk el, hogy tájképi zavaró hatás, valamint a jelenlegi tájszerkezet megváltoztatása okozhat némi kedvezőtlen hatást, mivel az új nyomvonal és kapcsolódó létesítmények a művi eredetű tájalkotó eremek arányát növelik. A meglévő térszerkezetbe tervezett nyomvonal mentén az egyes területfelhasználási konfliktusok kialakulása azonban a szükséges intézkedések megvalósulásával mérsékelhető, megelőzhető. A KHT részletes javaslatokat ad a tervezett nyomvonal műtárgyainak és csomópontjainak a tájba illesztésére, pont azért, hogy ezek a konfliktusok a minimálisra csökkenthetők legyenek. Konkrét megoldásokat azonban, itt is azt kell kihangsúlyoznom, hogy konkrét megoldásokat csak az engedélyezés és a kiviteli tervek műszaki kidolgozottsága mellett fogunk tudni kidolgozni. Az épített környezet és örökségvédelem tekintetében mondanék néhány gondolatot. Örökségvédelem szempontjából azt kell tudni, hogy a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ készített egy előzetes régészeti dokumentációt, amelyben adatgyűjtés és terepbejárás alapján kerültek pontosításra a nyomvonal által érintett régészeti lelőhelyek, több érintettségről is tudomásunk van, és az Erdély 1 ben meghatározásra kerültek az ERD2-ben, tehát a következő régészeti dokumentációs tervfázisban további vizsgálatot igénylő lelőhelyek. Műemlékvédelem tekintetében vizsgáltuk a tervezett gyorsforgalmi térségében a vonatkozó jogszabály szerint védettségi besorolások szerinti értékeket. Itt azt kell elmondani összefoglalóan, hogy 100-100 méteren belül nincs érintettség, tehát nincs műemlékvédelmi érintettség. Vizsgáltuk a rendezési tervekkel való összhangot is. Itt igazából a területrendezési terveket megyei és települési szinten összevetettük a KHT nyomvonalával, és fel lettek tárva a különbségek, illetve az azonosságok.
Az épített környezet és védett, illetve védelemre javasolt építészeti művét értéket és a települési környezet szempontjából a tervezett M30 gyorsforgalmi út által fellépő állapotváltozás összességében javító hatásúnak minősíthető. Levegő tisztaság védelmi szempontból vizsgáltuk a következőket: a területre vonatkozó levegőtisztaság védelmi előírásokat, a levegő minőségi hatásterületet, a tervezési terület alapállapotát levegő minőségi szempontból, meteorológiai és klimatikus viszonyokat vizsgáltunk, háttérszennyezettséget néztünk és megállapítottuk a zóna besorolását a tervezési területnek, illetve az alaplég szennyezettségét állapítottuk meg. Vizsgáltuk a jelenlegi állapot, az építkezés alatti és üzemelés alatti levegőminőségi viszonyokat, és javaslatokat adtunk a légszennyezettség csökkentésére vonatkozóan, ahol erre szükség volt. Összefoglalóan elmondható, hogy a térség levegőminőségi alapállapota jó, a 24 órás egészségügyi határértékek túllépése csak szállóbor és ozon esetében figyelhető meg kismértékben a tervezési területen. Jelenlegi állapotra, az összes vizsgált komponensre teljesül viszont a napi és az éves egészségügyi határérték már 20 méteres távolságon belül. A legjelentősebb légszennyezettség az nitrogén-dioxid esetében a 3-as számú elsőrendű főúton Hidas-Németinél figyelhető meg, de még ez is határértéken belül van. A távlati referencia állapotban azt mondhatjuk el, hogy az M30 gyorsforgalmi út tervezett kiépítése nélküli esetben a területen a levegő minőségi helyzet a jelenlegi állapothoz képest kisebb koncentráció értéket mutatna. Ez a fajlagos emisszió értékek javulásával magyarázható. A távlati veleállapotban, tehát a beruházás megvalósulása esetén azt tudjuk elmondani, hogy az M30 gyorsforgalmi út tervezett kiépítésével sem érik el a levegő minőségi értékek, egyik komponens esetében sem az egészségügyi határértékeket. Így tulajdonképpen levegő terheltségi konfliktusról a tervezett beruházás kapcsán nem beszélhetünk. Nagy biztonsággal teljesül az összes vonatkozó levegőterhelési határérték. Azt kell még elmondani, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján vonalas létesítményről lévén szó, az M44 gyorsforgalmi út mentén 50 méteren belül nem helyezhető el lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület. M30. Bocsánat, egy elírás. Igen, valóban elnézést, M30. A KHT 4 megítélési ponton javasol levegővédelmi célú monitoring vizsgálatokat. Zajrezgésvédelem szempontjából a legfontosabb dolgokat foglalnám szintén össze. Zajrezgésvédelmi vizsgálatokat a vonatkozó jogszabályok, szabványok és a Santlen elnevezésű német grafikus számítógépes program segítségével végeztük el. Főbb megállapítás következők jelen állapotra vonatkozóan: a tervezett M30 gyorsforgalmi út nyomvonalának közvetlen, mintegy 100 méteres környezetében jellemzően nem találhatóak zajtól védendő létesítmények vagy területek, kivéve az alábbi konfliktus helyeket, ez Forró, Abaújdevecser és Novaivrán területe. Zajvizsgálatok során több ponton közúti, illetőleg vasúti zajterhelés mérést is végeztünk, illetve minden hatásterületen belül található zajtól védendő létesítményre számítással határoztuk meg a meglévő zajterhelést. A zajmérések és számítások alapján megállapítottuk, hogy jelenleg határérték feletti zajterhelés a 3-as számú főút mentén Abaújdevecseren, illetőleg Halmajon tapasztalható. Építési zaj tekintetében jellemzően az útszakaszok kiépítése a zajtól védendő lakóterülettől távol történik, több száz méterre, így külön zajvédelmi intézkedéseket nem kell alkalmazni ahhoz, hogy az építési munka ne okozzon határérték feletti zajterhelést. Ettől elterjő mértékű zajterhelés alakulhat ki a tervezett nyomvonalhoz közelebb fekvő zajtól védendő létesítmények közelében. Egyes utak és települések esetében ezt a KHT részletesen kifejti, itt nem
tartottam szükségesnek részletesen tárgyalni. Az építési szállítás következtében felépő zajszintváltozás az eléri vagy meghaladja a 2 decibelt, de határérték feletti zajterhelést sehol nem okoz. A távlati állapotra vonatkozóan összefoglalóan azt mondhatjuk el, hogy a közvetlen hatástületen határérték feletti zajterhelés forró, a Baúj-Dörcsér-Novai irány esetében várható, és a következő táblázat szemlélteti azt, hogy hol szükséges zajárnyékoló falakat tervezni ahhoz, hogy határérték alatt legyen az egyes védendő objektumoknak a zajterhelése. Közvetett hatástörlettel kapcsolatban kiemelendő az, hogy nagyságrendekkel kisebb zajterhelés várható majd a 3-as számú főút mentén, amely ugye számos település belterületén halad keresztül. Néhány alacsonyabb rendű út esetében, mint egy 1 decibelen belüli mértékkel viszont nő a zajterhelés, de itt is fontos elmondani, hogy sehol sem haladja meg a határértéket. Rezgésvédelmi szempontból összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a tervezett út és az épületek közötti távolság alapján elmondható, hogy a tervezett út kiépítés a meglévő épületek rezgésterhelése szempontjából nem jelent lényeges változást. Monitoring vizsgálatokat zajvédelmi szempontból, zaj- és rezgésvédelmi szempontból szintén 4 ponton jelölt ki a KRT. Önök a Közelkép televíziónk heti közéleti magazin műsorának 32. heti adását látták. Egy hét múlva is várjuk Önöket friss hírekkel, információkkal. A műsor ismétléseinek időpontjait megtalálják képújság oldalainkon, de bármikor újra nézhetik weboldalunkon a www.zsolcatv.hu-n. Kövessék munkánkat a Facebookon, töltsék le mobil alkalmazásunkat is. Én a műsort készítő kollégáim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép hetet kívánok, viszont látásra!